konszenzus alakult ki a pénteken Budapesten zajlott magyar állandó értekezleten a Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezés kapcsán. nemcsak a magyar kormány és a külhoni magyar szervezetek között, hanem a magyarországi parlamenti pártok között is a máért záró nyilatkozata leszögezi, kiemelt törekvés, hogy az anyaországban, a Kárpát-medencében és a diaszpórában minél többen támogassák aláírásukkal a Minority Safe Pack kezdeményezést, amelynek célja az őshonos kisebbségi közösségek Európai Uniós jogvédelmének megteremtése. Az RMDS szövetségi elnöke köszönetet mondott a máért tagszervezeteinek és a határon túli magyar szervezeteknek az egyöntetű támogatásért. Ez egy nehéz és hosszú ügy. Nem lesz egyik pillanatról a másikra eredménye, de bízunk abban, hogy az Európai Unió odafigyel az őshonos kisebbségekre, fogalmazott Kelemen Hunor.